Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Ezüstérmet szerzett a Hepkupában a nyíregyházi kosársuli. Döntetlent játszott a Békés Csabával a kisvárdai női kézilabda csapat. A rakamasz sikerével zárult a negyedik nyírerdő kupa kispályás focitorna. Visszavágtak a hazai vereségért a Tiszaújvárosnak a kékcápák. Jó körülmények között készültek Törökországban a kisvárdai focisták. Felkészülési tornát rendez a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Ezüstérmet szerzett a Hepkupában a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese a Budapesten megrendezett 4-1 döntő első meccsén 14 ponttal legyőzte a Baját, majd a fináléban 90-67-es vereséget szenvedett, a házigazda Eltebe a Szújbudától így a második helyen végzett. Alapvetően ez volt az elvárás a csapattól. Hát ugye amikor megvolt a 4-es kör, hogy kik lesznek a Hepkupa 4-es döntőjében, akkor ugye mindenféleképpen azt szeretük volna, hogyha a Bajával játszunk egy elődöntőt, mert tehát az eredmények alapján úgy tűnt, hogy talán ők azok, akik a legkönnyebben foghatóak, és utána a döntőben pedig már bármi lehet, tehát ugye ott azért az ottani tét és az ottani csapatok, meg azt is tudtuk, hogy a Beac ugye szerintem lényegesen erősebb volt ebben a mezőnyben, mint bárki más, ezért valószínűsíthető volt, hogyha velük játszunk, akkor azért bármit megpróbálunk hozzátenni a mérkőzéshez, és bármilyen taktikai fegyvert vettünk elő, mindenre volt válaszuk. Én úgy gondolom, hogy ez a második hely teljesen megfelelő számunkra, mi nagyon örülünk ennek az éremnek, tehát szerintem ettől a csapattól ez egy óriási eredmény, és ez egy óriási dicséret is életi a lányokat, hogy sikerült ebben a mezőnyben az élen sikeresen helytállniuk. Azt mondják, egy kupa meccsen bármi előfordulhat, az elődöntőben, szünetben, a nagy szünetben még a Baja vezetett ellenetek. Így van, tehát a Baja mérkőzés egy érdekes mérkőzés volt. Tehát ugye mi azért aránylag itt ebben a mi területünkön, aránylag kosárlabdázik mindenki, tehát nem nagyon fordul elő az, hogy egy-egy játékból próbál meg kosarat dobni az ellenfél, vagy ugye, hogy a három pontossal akár egy-két méter áll bele, és onnan fogja eldobni. Ez egy kicsit meglepő volt, tehát nagyon nehezen álltunk rá erre a típusú játékra és ennek a védésére. Tehát itt az első fél időben a Ferenc Andi az dobott nekünk 16 vagy 18 pontot, nem is, 23-at. És a mérkőzés végére pedig 26 ponttal zárta. Tehát én úgy gondolom, hogy ugye addig, ami lehetőséget adtunk neki, azt a következőkben már nem adtuk meg. Nem onnantól kezdve meg elkövettük azt a hibát, hogy a center kijött a három pontoson kívülre, és a center kezdett el három pontos dobálgatni. Tehát az, hogy az eredmény így alakult, és nem nagyobb arányú lett a vége, az csak azért volt mondom, mert senki nem számított arra, hogy a center fog egymás után 3-3 pontos bedobni. Onnantól kezdve, hogy azért megvolt a különbség, megpróbáltuk azért a fiatalabb játékosainkat is játszhatni, főleg azért, hogy a másnapra azért a Diana Korsinak és a Viviennéknek maradjon egy kis tartaléknyi ereje. Ugye már azt tudtuk, hogy holnap azért kemény mérkőzés fog ránk várni. A Beac ellen abszolút nem volt esély, hiszen gyakorlatilag az A csoportban szereplő csapatuk játszott. Ők sokkal nagyobb edzésszámmal, sokkal rutinosabb a játékosokkal, sokkal több mérkőzéssel voltak ellenünk. Általában a negyedekben a 7.-8. percig kiegyensúlyozott, mindig fölzárkóztunk, és ott mindig volt az a két perc, amikor olyan amatőr hibákat követtünk el, ami miatt egy gyors nyitásból le tudtak bennünket futni, és ugye abból kaptunk általában inkább a könnyebb pontokat, de látványos a nézőközösség szerint, akik ugye külső szemlélők voltak, egy látványos szép kosárlabdát játszottunk, nagyon jó helyzeteket sikerült kialakítani, az tényleg sokkal nehezebb dolga volt akár a Diának, akár az Orsinak, mert egyértelműen arra készültek, hogy a két lányra tették a védekezésnek a hangsúlyt, és ezzel hál' Istennek nagyon jól lett a Karolina, a Dóra, a Vivien, és ugye ők dobtak olyan pontokat, amire talán még az ellenfél sem számított. Sajnos a végére elfáradtunk, kevesen voltunk, ugye nekünk azért ezt a terhet még a 2001-es születésű gyerekek nem bírják el, tehát bármennyire is szerettük volna, megpróbáltuk fölcserélni őket, de olyan falfehéren mentek föl, tehát hiába biztattuk őket, hogy nincs itt veszíteni valója senkinek, meg semminek. Hát ez még azért kicsikét sok volt nekik, tehát ahhoz még egy picikét erősödnie kell itt az NB1-B-s bajnokságban, ahhoz, hogy ők utána egy ilyen Hepkupa döntőben maximálisan oda tudják tenni magukat. A döntő előtt azt mondtad, hogy minél fényesebb színű éremmel szeretnétek hazatérni Budapestről, végül ezüst színű lett az érem, mennyire vagytok vele elégedettek?
elégedettek vagyunk, ha valaki azt mondta volna nekünk a mérkőzések előtt bárhol aláírtuk volna, úgyhogy maximálisan örülünk neki, megpróbáltunk nyilván megtenni mindent azért, hogy fényesebb lehessen. Azért az, hogy a Beasznak ugye szinte az elcsoportos csapata játszott, ez kicsit kivette azért az erőnket. Tartogatott-e valamilyen meglepetést a két mérkőzés? Alapvetően ugye a statisztikákat rendszerint nézzük akár a keleti, akár a nyugati csoportról legyen is szó. A játékosok ugye alapvetően ugyanazok, akik régebben is játszottak, régebben ugye játszottunk akár a Bajával is, úgyhogy tudtuk nagyjából azt, hogy mire kell számítanunk, meg mire kell készülnünk, ez alapján próbáltunk is ugye készülni. A TF-fel találkoztunk ugye a tavalyi bajnokságban, a Beaszot pedig szintén tudtuk, hogy azért nagyjából kik fognak ugye benne szerepelni, mire számíthatunk. Milyen lendületet adhat a bajnoki folytatásra ez a kupa ezüstérem? Nem titok, hogy idén is szeretnénk négybe kerülni, főleg ugye a tavalyi ezüstérmünk után, utána meglátjuk, de ugyanazt tudom mondani, amit a Hepkupára mondtam, szeretnénk itt is akár egy minél fényesebb érmet összeszedni. Azt gondolom, hogy erre idén talán még reálisabb esélyünk is lehet, mint tavaly, mert ugye most egy vereséggel állunk szerencsére a tabellán, igyekszünk ezt ugye megőrizni, mert akkor ugye nyugati negyedikkel kellene játszanunk, ha az megvan, akkor pedig már négyben lennénk. A Hajrában 3 gólos előnyt eladva játszott döntetlent a Békés Csabával a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 12. fordulójában lejátszott mérkőzésen a hazaiak 22-22-re végeztek közvetlen riválisukkal. Az ilyen mérkőzéseken ugye hazai pályán mindenképpen nyerni kellene. Hát ez megint csak nem jött össze. Illetve a negyedik olyan meccs, amit a Hajrában szorosan X-en vagy most jelen állszerűen még vezettünk is, és nem sikerül megnyerni. Ez ennek a problémáját nagyon hamar meg kell fejtsük, különben óriási bajba kerülhetünk. Egyébként teljesen egyetértek Kalicki Lászlóval, hogy ez igen rányomta bélyegét a tét a meccsre, tehát ez alsóházi rangadó, tehát csak az első félőben 10 technikai hibát vetettünk mi is, tehát hívhatjuk a kapusok meccsének, illetve a védekezés, jó védekezések meccsének, de leginkább mind a két csapat tényleg rengeteg technikai hibát értett. Egy szám szerint azt hiszem 17-et, tehát ez egy őrületes szám, ami még az is csoda, hogy ugye idáig eljutottunk ebből. Sajnos ez rányomta a végét a játékra, illetve a végén döntő szituációban ugye zicsereket hagytunk ki, ami akár a Liscsevics, akár a Szemira Roka ennek a végén zicser, bármelyik bemegy, én úgy gondolom, akkor zsebben van a mérkőzés. Úgyhogy szomorúk vagyunk, gratulálunk a Békés Csabának, további sok sikert kívánunk nekik, aztán dolgozunk tovább és próbálunk előre menni. A vendégek edzője Skalicki László az egy pont megszerzése mellett annak is örült, hogy csapata nagyrészt végre tudta hajtani az általa elvártakat. Aránylag kiegyensúlyozottabb volt a játék, mint szokott lenni. Aminek örülök, hogy amit terveztünk játékritmusba, szervezettségbe, azt úgy sikerült végrehajtanunk. Megvoltak a védekezésben a megállító fautak, megvoltak a kiszorítások. Tehát azt gondolom, hogy abban nagyon sokat tettünk. Kár volt a eladott labdák, ebből könnyű gólokat tudott dobni az ellenfél. Támadó játékban több hiba volt, nem volt meg az a karakterisztika, a támadó kapacitásunk az átlövő területen. Ebben azt hiszem, hogy deficit mutatkozott. Igaz, hogy odafigyeltek a kisvárdaiak, és szintén mélységben nagyon tagozódtak, jól a labda körüli területet azt jól zárták, mögötte a lövéseink a rossz területre mentek a kapusnak, tehát ez elbizonytalanított bennünket, de mindig volt visszajövetel a meccsbe, aminek én örülök, tehát ez a Churchill-i mondás, hogy soha nem ad föl, az ma abszolút érvényesült, meg aminek örültem legalább, hogy amit gyakoroltunk, azt azért egy 60-80%-ban visszaláttam, és ennek azt gondolom, hogy lett egy olyan érzelmi szintje a mérkőzésnek, amelyből úgy gondolom, hogy kiélezett csatában megérdemelten szereztük meg az egy pontot. Szerintem ez úgy, ahogy vissza tudtunk jönni, ma úgy nézett, hogy azért a Kisvárda megnyeri a meccset, de hogy visszajöttünk ott a végjátékban, ahogy jöttek a dolgaink, az alapján én csak gratulálok a lányoknak, és örülök, hogy,
Ugyan nem sikerült a Katica művelet az ősz folyamán, hogy a 7 pontunk legyen. Ugye Móvár is tehet erről már, mint az ott az utolsó momentum, de azt gondolom, hogy nehéz ősznek a végén azért a pontszámunk arra bizakodó, hogy a 9 hazai meccsünkön, amit lehet begyűjtsünk, bár tudjuk itt látva a hazai csapatból, hogy a tét azért nagyon megnyomja a játékosokat, és annak a földolgozása nem egyszerű feladat. Úgyhogy én részemről gratulálok a kollégámnak, mert szerintem jó mérkőzést játszottunk, fordulatos meccs volt, és szerintem igazságos pontosztozkodás. A Rakamaz győzelmével végződött a 4. Nyíregyházi Kupa kispályás labdarúgó torna. Az MLS megyei igazgatóság által szervezett rendezvényen 36 csapat lépett pályára. Remekül szolgálta a csapatok felkészülését a tavaszi szezonra, ráadásul ugye, mint láthatjuk, az elmúlt 15 év leghidegebb januárja van most mögöttünk, előttünk, és így a csapatoknak ez a teremtorna kiválóan szolgálja felkészülését, hiszen a legtöbb helyen műfüves pálya hiány kint nem tudnak a szabadban ilyen mínusz 10-15 fokba felkészülni. Jól mutatja a népszerűségét a tornának, hogy itt is 36 csapat nevezett, ugye, és abból lett előbb 24, majd most a döntőre 8 csapat. Remek színvonalú találkozókat láthattunk, volt olyan mérkőzés, ami döntetlenre végződött, és a legtöbb mérkőzés sem csak egyetlen egy gól döntött az egyik csapat javára. Általában ugyanazok a csapatok vannak itt évről évre, most volt-e valami meglepetés? Igen, volt változás. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy olyan csapatok most nem jutottak be, akik az elmúlt években szinte sorozatosan, gondolok itt a Sínyűre, Csengerre, csak most így hirtelen, és bejutott például olyan csapat, aki már egy jó pár éve nem volt itt a 8 között, például Demecser, és nyugodtan mondhatom, hogy nem lógott ki most egyetlen egy csapat se a 8-as döntőben, ahogy említettem, nagyon szoros találkozókat játszottak egymással a csapatok, de meg kell jegyezni, nagyon sportszerű a légkör, hiszen az eddig lejátszott találkozók összesen 3 sárga lap született, piros lap pedig még nem volt. Említetted rekordhideget, ettől függetlenül elindult a nagypályás műfűes torna is, amit a szövetség szervez, plusz elkezdődött az átigazolási időszak. Milyen, mennyire mozgalmas hetek elé néztek? Igen, annak ellenére, hogy elméletileg ugye most igazából nincs szezon, és úgy azt szokták mondani, hogy ilyenkor holt szezon van, hát ez nem igaz nálunk az igazgatósága meg a csapatok házatáján, hiszen ahogy említetted, beindult január 15-én az átigazolási időszak, ugye ott is új szabályok vannak az átigazolásban, ezzel még ismerkednek a csapatok, ahogy még mi is, illetve ugye az új rendszerrel is, hiszen most már az átigazolásnál is az új integrált futball alkalmazáson keresztül kell az átigazolást elkezdeni és befejezni, szintén még ismerkednek vele a csapatok, úgyhogy így azért nagyon sokszor segíteni kell a kollégáinknak, mi magunknak is, de természetesen a csapatok is nagyon-nagyon pozitívan állnak hozzá, és tanulni szeretnének. Valamint, ahogy említetted, elindult a nagypályás műfős tornánk is a héten csütörtökön, és hát ott is 70 mérkőzés fogunk összesen rendezni. A Nyírerdő Kupa eddigi háromszoros győztese, a Nyírgyulai negyedik tornán nem tudja megvédeni az elsőségét, a harmadik helyét léptek pályára. Mekkora csalódottság, hogy veretlenül sem jutottatok a döntőbe? Természetesen csalódottak vagyunk, hiszen mindenféleképpen szeretünk volna döntőt játszani. Hát ezúttal kicsit elpátolt tőlünk a szerencse, hiszen rengeteg helyzetet kihagytunk, egy góllal többet szerzett a Rakamaz. Nem tudtuk megverni, hiszen egy-egyes döntetlent játszottunk velük, így azt gondolom, hogy saját magunknak köszönhettük, hogy nem tudtunk a döntőbe jutni. Mennyire szolgálja jól a felkészülés ez a torna? Nagyon jó szolgálja, pontosan azért, mert nem csak az, hogy játék lehetőséghez jut mindenki, hanem csapategység kovácsoló is, hiszen egész napokat együtt tudunk tölteni, hiszen 3 vasárnap zajlik a selejtező, tehát a harmadik már döntő, de akkor is az egész csapat együtt van. Én azt gondolom, hogy nagyon jó hatással van a csapategységre és meg magára a játék lehetőséghez. És hiszen ilyen téli időkben nagyon nehéz kint edzés lehetőséghez jutni. Tehát itt ezért egy jó edzésnek is megfelelő ez a torna. Egyébként ez a most már hetek óta tartó hideg mennyire nehezíti meg a felkészülést? Hát nagyon megnehezíti a felkészülést, mert igazán érdemi munkát nem tudunk végezni. Kinti pályán, hiszen fagyos a talaj, rettenetesen fagyos, bent tornateremben tudunk edzeni, illetve egyszer tudunk Nyírbátor nagypályán, a műfűes nagypályán edzeni, de mínusz 10-12 fokban nagyon sokszor értelmetlen az elvégzett munka is. Mennyire vagytok elégedettek az őszi szerepléssel? Helyek közel elégedettek lehetünk, voltak hívák, amikor azt mondom, hogy benne maradt a csapatba legalább 4-6 pont, és akkor még előrébb végezhetünk, pláne az utolsó mérkőzésen, amikor hazai pályán nagy ecsető vereséget szenvedtünk, tehát az egy fájó vereség volt, meg ráadásul az eredményünk is, tehát az a győzelem megvan, az előrébb vagyunk 2 helyen, de végül is az, hogy kettős terhelés van, hiszen a futszában is ott vagyunk az NB1-es futszámérkőzésen, én azt gondolom, hogy reális az a helyünk, ami most a tabellán elfoglalt 6. pozíciónk, én azt gondolom,
gondolom, hogy ez a tavasz végére ezt az eredményt tudnánk tartani, illetve a futsába, az NB1-be bent tudunk maradni, netalántán a felsőházba tudunk kerülni, akkor azt gondolom teljes mértékben elégedettek lehetünk. Amatőr csapatról van szó, a játékosok hogy bírják egyrészt fizikálisan, másrészt időbeosztást tekintve ezt a kettős terhelést. Ugye a futsal meccsek hétfő estéként vannak, és sok utazással. Jó szellemű játékosok vannak a keretben, pontosan ezeket tudjuk kezelni. Természetesen van olyan, amikor nem tud valaki részt venni egy-egy mérkőzésen, mert munkahelyi elfoglaltsága van, de ezt azt gondolom, hogy tehát ez rátutató arra, hogy az amatőr szintre, illetve rátutató arra, hogy tehát mindenki megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy edzésen, illetve mérkőzésen ott tudjon lenni. Természetesen nagyon nehéz dolgunk van, hiszen a NB1-be, a futsal NB1-be szinte azt már lehet mondani, hogy profi csapatok is vannak, tehát nagyon nehéz felvenni velük a versenyt. Tavaly évben azt gondolom kimagaslóan sikerült, hiszen 6. helyen tudtunk végezni. Az idén már kicsit neccesebb a felsőházba való bejutás, még van 4 mérkőzés az alapszakaszból, reménykedünk benne, hogy oda tudunk kerülni, ha nem, akkor viszont a kiesés ellen kell küzdenünk, tehát ott is egy oda-visszavágós mérkőzések vannak, tehát azt gondolom a kezünkben van ott is a sorsunk. Hogy néz ki a csapatprogramja a bajnoki rajtig? A bajnoki rajtig, tehát most letudtuk ezt a műfűes tornát, vagy a kispályás tornát. Részt veszünk a Nyírbátorban a nagypályás műfűes tornán, ott van még 3 edzőmérkőzésünk. Utána van még az utolsó hét, tehát a bajnokság előtti héten van egy edzőmérkőzésünk, közben játsszuk a futszámérkőzéseket is, tehát én azt gondolom, hogy nem fogunk most sem unatkozni. A gyuláházi csapat rendszeres részvevője a szövetség által a szervezett téli felkészülési kispályás tornának, ezúttal is itt vagytok. Döntőt is játszottok, milyen úton jutottatok el idáig? Hát az első fordulóban Demecserben voltunk, ahol második helyzetként jutottunk tovább. A következő héten más hazai pályán szintén másodiként, ott egymással élő mérkőzéssel rakamaz volt az első, voltunk a második helyzet, és most úgy néz ki, hogy a harmadik hétvégén döntőzni tudunk az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül már, mivel mind a két előző meccsüket megnyertük. A döntőben a rakamaz 1-0-ra verte a Gyulaházát, így Madalina György együttese nyerte a 4. Nyírerdő kupát. A bronzmeccsen a Nyír Gyulai 2-0-ra múlta felül az Újfehértót. A gólkirályi címet a Nyír Gyulai Fekete Gábor szerezte meg, a legjobb kapusnak a gyulaházi Bandor Ferencet, a legjobb játékosnak pedig a rakamazi Kóka Róbertet választották meg a szakemberek. Visszavágott a Tiszói városnak a hazai pályán elszenvedett vereségét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 14. fordulójában lejátszott mérkőzésen 84-76-ra nyertek Tiszói városban. Nagyon fontos mérkőzést nyertek meg a kék cápák a legutóbbi fordulóban, egyrészt egy közvetlen rivális otthonában Tiszói városban sikerült győzni, másrészt ugye a debreceni súlyos vereség után volt ez a mérkőzés, harmadrészt pedig utolsó negyedben fordítottátok a magatok javára a meccset. Mekkora értéke van ennek a győzelemnek? Úgy gondolom, hogy nagyon nagy értéke van, hiszen ha valaki rátekint a tabellára, akkor látja, hogy milyen pozícióban vagyunk, és ha mi az első 4 közé igyekszünk, akkor nagyon kellett nekünk ez a találkozó. A mérkőzésen valóban az utolsó negyedben fordítottunk, de egy kicsit még rányomta a bélyegét a debreceni mérkőzés hangulata az első időszakra. Sajnos a Debrecen ellen nagyon készültünk, nagyon szerette volna megmutatni a csapat, hogy mit tud, és egy kicsit túlgörcsölte. És úgy gondolom, hogy ennek tulajdonítható az, hogy ilyen teljesítményt tudtunk a Debrecen ellen nyújtani. Nagyon sajnálom, hogy így alakult, és szeretném megköszönni a közönségnek, hogy ilyen sokan kijöttek és támogattak minket. Sajnálom, hogy nem tudtuk megmutatni az igazi arcunkat, de úgy gondolom, hogy ez a tiszaújvárosi második fél idő, ez már az volt. Jó lenne, hogyha a játékosaim túl tudnának jutni, vagy a játékosaink túl tudnának jutni azon a kis feszültségen, vagy teher alatt lévő játék problémáján, amit jelent nekik az, hogyha tétmérkőzésen lépnek pályára, de hát sajnos ezt egy sportolónak meg kell szoknia, és ezt el kell viselnie. Remélem, hogy egyre jobban fogunk tudni lépni ebben is előre. Vasárnap egy papíron könnyen mérkőzés következik az Eger ellen, hiszen mögöttetek van az tabellán, és Egerben is sikerül győzni, igaz, viszonylag szűken, milyen mese lesz számítani? Az Eger egy viszonylag szervezetlenebb játékot játszik, amire azt mondhatnánk, hogy akkor könnyű dolgunk lesz, de ez nem így van, mert az olyan csapatok ellen nagyon nehéz játszani, akik nem tartják be a kosárlabdának az alapszabályait, és mindig megjelennek olyan helyeken is, amire nem számítunk. Éppen ezért nagyon kell készülnünk még akkor is, hogyha mi vagyunk az esélyesebbek, mi nem vagyunk annyira jók, hogy kimenjünk a pályára, és a cipők megnyerik a mérkőzést. Nagyon fontos, hogy koncentráltan
keményen kell elkezdeni a találkozót, és hát természetesen nem mondhatok mást, hazai pályán egyébként is a győzelem a cél, de idegenben is győztünk, ahhoz, hogy bármit el tudjunk érni, nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és a srácoknak ezt is el kell viselni, ezt a terhet, hogy egy úgymond kötelező győzelmet kellene megcsinálnunk vasárnap, ami azért nem lesz olyan könnyű dolog, és most is szeretném kérni a közönséget, hogy segítsenek minket. Remélem, hogy jó hangulatú mérkőzés lesz, és az előző mérkőzéshez hasonlóan a sportcentrumnak a sportolói újra ingyen bejöhetnek majd a találkozóra, hozhatnak magukkal még egy kísérőt is, úgyhogy remélem, hogy sikerül megint megtölteni a csarnokot. Érkezik az Eger, milyen mese lehet számítani? Megint csak azt mondom, nehézre, nem lebecsülve őket, ők a tabella alsó végén helyezkednek el, idegenben idén már beleértve a felkészülési meccset háromszor is nyerni tudtunk, de ez nem szabad, hogy elbizonytalanítson minket, vagy elbizakadjuk magunkat, mert ők is hagytak már végre nem egy bravúrt idén, például Debrecen otthonában tudtak nyerni, igaz még az igazolások előtt, de ez intő jel lehet arra, hogyha nem kellőképpen veszük komolyan ezt a mérkőzést, akkor itt is lehet meglepetés, de reméljük, hogy nem lesz. Az elmúlt hét közepe óta a törökországi Antáliában edzőtáborozik a kisvárdi futballcsapat. Révész Attila szakmai igazgatóval egy vesztes és két győztes edzőmeccs után beszélgettünk. Az első két nap a szokottól hűvösebb volt, illetve nagyon nagy volt a szél, ami nehezítette a felkészülésünket, és az első edzőmeccsünkön az orosz másodosztályú csapat ellen bizony az meghatározta a teljesítményünket. Az első meccsen, az edzőmeccsen egy nagyon erős, agresszív, rengeteget futó és technikás együttes ellen az első fél időben elfogadhatót nyújtottunk, ekkor vezetünk is 1-0-ra. A második fél időben pedig egy picit érződött a fáradtság, ami az utazás miatt, illetve a több edzés miatt érthető valamelyest, és hát elkerülhető gólok miatt kikaptunk 3-2-re. Ugyanakkor nagyon nagy jelentősége volt a meccsnek, mert hűvös pályán tudtunk játszani. Habár ezt egy picit, amint említettem, még szoktunk kellett. Ezt követően már az szokásosnak megfelelő lett az időjárás, elmúlt a szél, hirtelen melegedett 6-8 fokot a külső hőmérséklet, most már teljesen ideális, az eddigiek azt mondom, hogy parádés teljesítmény és készülési lehetőségünk volt, eddigiek nem lett panaszunk. A rákövetkező két mérkőzésünkön és a Sáttyor Donetsk elleni 21 ellen olyan teljesítmény nyújtottunk, ami várható tőlünk. Ott 4-0 győztünk, mai nap pedig egy grúz első ligás csapat, amely a tavaly bajnokságban az első helyezett, a Csikura nevezeti csapat ellen egy 2-0-as győzelmet szereztünk. Itt már valóban nagyon komoly teljesítményt adtunk le. Sort cseréltünk a 70. percnél, a második sorunk még egy nagyobb tempót diktált, és teljesen uraltuk a mérkőzést, még szerezhetünk volna több gólt, úgyhogy ez már egy olyan teljesítmény volt valóban, amelyre építhetünk a jövőben. Azok a játékosok még a horvát Adrián, akik később csatlakoztak, nem tudnak még sajnos 100%-ban edzeni. Kisebb problémáik van az első mérkőzésen, a horvát ugás kapott a bokájára. A Rajci ma már játszott 20 percet, mivel a második edzésen összerúgott a kapusunkkal és megkuzorott az oldalszalagja, illetve a délcegnek sajnos még a tavalyi lábtöréses sérüléséből ilyen kihatások vannak. Most a comb közelítője van megkuzódva, sajnos úgy látjuk, hogy lassabban épül föl. Ő külön munkát végez, egyébként mindenki egészséges. Azt gondolom, hogy nem tűnik kincsvári optimizmusnak, és nem talán nagy képű, azt mondom, hogy lényegesen erősebb most a keretünk, mint az ősz folyamán volt. A Horváth Zoli már ugye 8 gólnál tart, de most már Rajci Peti is betalált ma. A középpályásaink is gólképesek, lényegesen javult az átlagmagasságunk, ez a pont ugásoknál fog majd kamatozni, mind a védekező, mind a támadó résznél, és azok a játékosok, akik jöttek, hiányposztra jöttek, lényegesen többek vagyunk. A Bacsával nagyon felgyorsultunk, Horváth Adrián nagyon nagy intelligenciával rendelkezik, a Horváth Zoli pedig a centerünk, ugye a gólképességén túl a magasság és erőszakossága miatt a támadó játékban nagyon-nagyon nagy segítségünkre van. És hát azt gondolom, hogy most azzal, hogy az Easing Martin is nagyon kapkodja magát a védelemben is, egy olyan konkurenciát teremt, amely a csapatnak a javára válik. És ugye ezt mondtam a Bacsát, a Horváth Zolit, a Ráskó, ami a ukrán fiatal játékos, vele pedig a fiatal szegmensünk lényegesen erősödött, mert ő egy ukrán élvonalban már ugye 18 meccsről a háta mögötti érkezett, és ő nagy erősítésnek számít. Szintén a védelemben, középen, illetve a középpályán belül akárhol bevethető. Amit mondtam, tartani tudjuk, tehát a tavasszal versenyben tudunk lenni az első három helye.
Listavezetőként készül a bajnoki folytatásra a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az MMTK a hétvégén egy három csapatos tornát rendez. Január 9-én kezdtük a felkészülést a Máté Szalkai MTK női kézilabda csapatánál. Már túl vannak egy hónapon, úgyhogy épp most egy technikai értekezletet tartottunk az edzés előtt, ahol elhangzott az, hogy a eddigi munka azért már érződik a lábukban, akár izomláz formájában, akár pedig ugye már az elvégzett munkának az eredménye látható, hiszen elkezdődött az edzőmérkőzés a felkészülési időszakban. Már lejátszották az első edzőmérkőzésüket, és most a hétvégén egy tornát szervezünk Farsangi Kupa néven, ahol nyírod a NB1B-s női kézilabda csapatát és a Vásárosnaményi Vitka csapatát fogjuk fogadni. Nagyon érdekes lesz. Épp itt az edzőnővel beszélgettük ezt a történetet, hiszen egy MB2 észak-keleti csoportjában lévő csapattal mérhetjük össze egyrészt a jelenlegi felkészülési tudásunkat. Vitkáról tudjuk azt, hogy új edzőt kapott, új lendületet a csapat, hiszen Csapó Erikát, a sokszoros magyar válogatottat ugye tudhatják a soraikba, illetve Debrecenből tudjuk azt, hogy játékosokkal erősítettek. Valamint a Nyíradony, az pedig egy NB1B-s csapat, aki mint a magyar másodosztályt képviselő csapat, egy magasabb, jobb játékerőt, egy magasabb osztályban lévő jobb játékerőt képvisel, és ezért ehhez mérten is tudjuk azt, hogy hol tartunk a felkészülésben. 19-én februárban kezdődik a bajnokság, úgyhogy gyakorlatilag hátralévő három hét már a edzés intenzitásában és az edzés munka elvégzésében már a finom mozgásokra, illetve a csapat taktikai elemek gyakorlására fog korlátozódni, és nagyon remélem, hogy nagyon komoly bajnoki rajtot kell, hogy vegyünk, hiszen Debrecenbe látogatunk az első mérkőzésünkön február végén, illetve majd egy megyebeli rangadó következik, hiszen a Kölcsey csapatát fogadjuk itt Máté Szalkán. Nagyon remélem, hogy az a fajta mentalitás és az a fajta szakmai hozzáértés, ami kísérte a csapatot az ősz folyamán, itt a tavasszal is ugyanúgy jelen lesz, bár 4 hazai mérkőzést fogunk tudni csak játszani, a többit idegenben fogjuk eltölteni, viszont ami ígéretes az, hogy a 4 hazai mérkőzésből 3 olyan csapat lesz, aki jelenleg a tabellán közvetlen mögöttünk foglal helyet, azaz riválisaink, és nagyon remélem, hogy azért a hazai pálya érvényre fog jutni itt a bajnokság végső kimenetele tekintetében is. Az edzések azok rendkívül változatosak, ugye az első szakasz a felkészülések, az mindig egy ilyen erősebb fizikai megterhelés jelentett. Itt főleg ilyen köredzéseket iktattunk be a és az edzőnőnk Kriszta, ő ezt a mozgásformát választotta, ez jó, mert interaktív, tehát az izomtömeg növelése is kiválóan alkalmas, az erőlétet is fejleszti, illetve állóképességbe is azért tud fejlődni még a csapat. Majd az ezt követő szakasz lezárásaként már inkább bevettük ezeket a labdás edzéseket. Ugye itt majd bejönnek ezek a páros gyakorlatok, tehát készülünk a bajnokságra. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!